Köszöntöm magazinunk nézőit, Havasi Petra vagyok. Az ősz második hetében is érdekes témákkal készültünk. Ez itt a Zóna magazin, és íme a kínálatunk. Járókelő. Szokás-e még a közös szüretelés? Új sportlétesítmény. Épül a kézilabda munkacsarnok Sümegen. Jubileum. 25 éves az Ajkai Képzőművészeti Egyesület. Robottechnológia. Ki van a kiadó ablak mögött? A Balaton, a Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Szeptember, október a szüret ideje. Vajon napjainkban mennyire élnek a szüreti szokások? Mennyire fontos, hogy a család, a barátok együtt legyenek, szüreteljenek, és vigassággal töltsék el az időt? Erről faggattuk a járókelőket, már mutatjuk is. Önnek milyen élménye van, milyen élménye fűződik a szürethez? Szerettünk szüretelni, járni, elbeszélgetett az ember. Nem esett olyan nehezére a munka, meg minden, de most ami van, egy kis birtokunk, azon nincs szőlő. És milyen hangulatúak voltak azok a régi tökéletesek, szüretek? Tökéletes volt. Hiányzik ez az élmény? Hát most, hogy az ember így belecsöppent a munkába, dolgozik, ez az így már... De mindenki csak el van foglalva, csak a családdal, ami úgy összejön. Azt meg megoldjuk szüret nélkül is. Legalábbis nálunk, ahonnan jöttünk Sárváron túl, ott akkor ilyen sziráti felvonulást tartanak a fiatalok, és abban ünneplik meg, meg utána este meg bál. És önöknél a családban is szokás szüretelés? Van szőlőjük? Igen, van szőlőnk, igen, pincével együtt, úgyhogy aztán... Akkor meg szokjuk hívni a rokonságot, aztán akkor megszedjük a szőlőt után, akkor kicsi kaja van, ez az ott elbeszélgetünk egy picit, és akkor úgy megyünk este haza. Akkor ez szorosan hozzátartozik, igen, a szőlőtermesztéshez? Igen, 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 igen. Nálunk van ugye, még ez már az ők apáinkról maradt ránk, hogy minden évben május 1-es szombatján meg gyepűjárás van. Ami azt jelenti, hogy minden pincéhez bemennek, és akkor ottan a házigazda egy kis pogácsával, borral, meg hát ilyen szendvicsekkel, vagy ha valaki gulyás vesz, akkor gulyásra megkínálja a vendégeket. Nagyon szép volt, most volt múlt szombaton, és akkor tartottunk, meg felléptünk a kórus énekkar, citarazenekarral, és hát nagy Dáridó volt. És mit jelent önnek a szüret? Mekkora a nagy élmény ez önnek? Nagyon, nagyon nagy élmény. Hát fergeteges volt. Nagyon jó. Jó előadások voltak minden színpadon is. Kitűnő. Hát, hogy mondjam, szüleimnek is volt szőlője. Meg is maradt. Még most is művelem. Milyen élmények. Munka, 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 munka. Szép. Összejön a család, jönnek messzebbről a rokonok, barátok, ismerősök, tehát tartanak ilyen szüreteket? Változó van, úgyhogy jönnek, mert akkor dömpingbe hirtelen kell leszedni a szőlőt. Ha nem, akkor meg egyedül szoktam szedni.
És amikor jönnek, és vége van a munkának, akkor jellemző, hogy egy kicsit elvárja őket, és... Persze, hát aki, ha jönnek, és rokonok jönnek, akkor ebéd van, meg uzsona van, meg minden. Egy kicsit összejövünk, természetes. Önnek milyen élményei fűződnek a szürethez? Hát igazán fiatalkori élmények, amikor voltak a nagy szüreti felvonulások, és ezek voltak igazán a nagy élmények, mert ezek megmaradtak az emberben emlékként, és mindig szépek és jók. És hát ugye a faluba, ahol élek én is, ott is vannak szüreti felvonulások, és igazán a szüret nekünk erről szól, kellemes élmény, időtöltés, szórakozás. Kipihen. Pihenjük a fáradalmainkat, és feltöltődünk egy kicsit, ennyi. Már sajnos már nem születelek, már régen, mikor gyerek voltam, akkor volt szöllőnk, meg ilyesmi, de most már nincs. Tehát úgy érzékeli, hogy összességében már nincs meg az emberekben az az igény, hogy összejöjjenek? Nincs. A rokonság se jár össze. Régen bucsú volt, én csabrendeki vagyok, bucsú volt, Pástről, meg mindenhonnan összejöttek a rokonok. Most még a falubeliek se. Úgyhogy... Ha ezt a szót hallja, hogy szüret, mi jut eszébe elsősorban? Szőlő. Csak a szőlő. De sérelmezem, hogy nem lehet kapni. Sérelmezem azt, hogy magyar szőlőt nem lehet kapni, mert én meg a bort meg nem iszom. És szüreti vigadalmak, szüret szőlőszedés? Nekem zajos. A szedés rendben van, a vigadalom az nincs, mert sokan vannak és sokat beszélnek. Önnek milyen élményei fűződnek a szürethez? Hát igazán élmények nincsenek, de végül is szoktunk járni a gyerekekkel. Felvonulás, kóstolás, mustkóstolás, a gyerekek imádják. Szőlőnk az nincs, de a rokonságban van, tehát meg a faluban lévőknek is van. És összejönnek? Jellemző, hogy a szőlőszedésre összejönnek a családtagok, barátok, ismerősök? Igen. Szoktunk, hát együtt azért csak... gyorsabban megy. És a munka mellett mi még a jelentősége ezeknek a napoknak? Hát az együttlét. Mást igazán nem. A legfontosabb az együttlét, hogy hát együtt az egész család, úgyhogy boldogok vagyunk. Hát meg nem csak a munka, a gyerekek élvezik. Igen. Végülis nem úgy fogjuk fel, mint egy munkát, hanem egy szórakozás. Sümegen új sportlétesítmény van születőben. A tanúszoda és a szabadidőpark létrehozása után jól haladnak a kézilabda munkacsarnok építésével. Várhatóan jövő nyár elején készül el a sportolásra, emellett kulturális események, koncertek megtartására is alkalmas épület. A kézilabda munkacsarnok környéke természetesen építési terület, azonban az arra járók már láthatják, nem csak kiemelkedett az épület a földből, hanem már a tetőszerkezet különleges tartó pillére is rajt vannak. Ez egy előre gyártott fatartó, aminek a jelentős munka része az műhelybe zajlik. Ezt a kollégák 5 nap alatt rakták fel. Nyilván ma nem tudták folytatni, mert ugye erős szélben a daruzást azt nem szabad folytatni munkavédelmileg. Az oldalszányon már egy szeglemezes tartóhoz hasonló egyedi gyártott szerkezet van megtervezve, itt a helyszínen fogjuk összeállítani és emeljük be azokat is.
Az épület külső megjelenésében erőteljesen hasonlít a tanúszodára. Ugyanaz a tervező csoport alkotta meg a terveket, tehát ugye ez a Makovec Imréhez köthető csoport, és ezért nyilván nem véletlen a hasonlóság. Én kifejezetten örülök ennek, hiszen így itt Sümegen is lesz egy egységes képe ezeknek a sportlétesítményeknek, tanúszoda a csarnok jövőre elkészül, és ez még inkább alapot ad arra, hogy itt ezen a területen, amit ugye régebben olyan sokszor elmondtam, tényleg egy ilyen sport, rekreációról szóló kis városrész alakulhasson ki, és így még a látványa is tulajdonképpen harmonikus lesz, összecseng. Ennek is nagyon örülök. A kivitelező úgy értékeli, jó tempóban tudnak haladni, és remélhetőleg a kitűzött határidőre el is készülnek. Ez mint kézilabda munkacsarnok készül. Ez azt jelenti, hogy a komplett kézilabda pálya méretét teljes egészében fel lehet festeni, illetve egy nagyon kicsi lelátó, egy háromsoros lelátó fog mellé készülni, konditeremmel, öltözőkkel, tehát ami kell valójában egy kézilabda csapatnak az edzéshez. Nyilvánvalóan a többi sportág is ennek megfelelően el fog férni ezekbe a paraméterekbe. Az építkezés egyébként én szerintem jó halad a jelenlegi építőipari helyzethez képest. Június elejére véleményem szerint el is készülhetünk. Most jelen pillanatban egyetlen egy problémát látok, ami kérdéses, az az energetikai szabvány módosulásának kivetülése az épületre, hogy ez ebben a megrendelő gondolkodik el, hogy áttervez egy-két részét az épületnek, de egyébként, mint látható, építőanyagból betárolva várjuk, hogy haladjon az építkezés és csináljuk. Vajon mennyire várják a város lakói az épület elkészültét? Én szerintem nagyon, hiszen már évek óta vártuk, de hát tudjuk, hogy várni kellett arra is, hogy elindulhasson az építkezés. Viszont amióta folyik, az teljesen rendben van. Ugye az előbb bejártuk Szent Lajos úrral magát az épülő félkész épületet, és le a kalappal, tényleg nagyon szépen halad. Ugye azt is megtudhattuk most, hogy a tervek szerint, mire jön a rosszabb idő, október vége, november, addigra már mindenképpen fedés lesz, és akkor a belső munkák folytatódhatnak, és így talán van esély arra, hogy valamikor a tavasszal, nyár elejére elkészül. Tulajdonképpen ez is a határidő, a nyár eleje. Igazából nekünk az lesz most már a lényeg, hogy a jövő évi szezon, tehát a 22. szeptembert azt úgy kezdhessük el, hogy már rendelkezésre áll a csarnok. Nagyon várjuk egyébként, és valóban az egész város, tehát nem csak a sportegyesületek, ugye kiemelten a kézilabda egyesület, hanem valóban az egész város, mert ez lehetőséget fog nyújtani más egyesületeknek is, illetve olyan civil embereknek, akik csak sportolni akarnak, és most főleg így a Covid járvány idején vagy óta hát nagy nehézségekbe ütköznek, hogy azt az egyetlen egy tornatermet vérbe vehessék. Tehát azt hiszem nagy keletje lesz ennek a csarnoknak. A szeptemberi kellemes időjárás kedvez az építkezésnek. A munkafolyamatokat úgy tervezik, hogy készen álljanak arra, hogy a tél folyamán a belső feladatokat végezzék. A nagy cél az, hogy még a tél beállta előtt a tetőt és a beázásmentes állapotot elérjük. Ezen felül még nagyon szeretném, hogyha a nyílászárók is be tudnának kerülni, mert akkor valójában a téli munka bent adott, habár a mostani enyhe telek mellett lehet, hogy már nem is szükséges az építőiparban jó időre várni, mert adja magát a természet. A kézilabda munkacsarnok építése tehát jól halad, köszönhetően a Nemzeti Sportközpontok által történő pályázati támogatásnak és a kivitelezésért felelős vállalkozás szakértelmének. Thank you.
fennállásának 25. évfordulóját kiállítással ünnepelte az Ajkai Képzőművészeti Egyesület a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpontban. A rendezvény résztvevői számos elismerést és ajándékot vehettek át a jeles ünnepen. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő emléklappal köszöntötte a jubiláló egyesületet. Tanúként egymás ellen, homlokod melegében, homlokom melegében. Zárva elevem kőbe, lélekben összegőbe, gyönyörű csecsemünkre, ráhajlunk az időre. Ezzel a zenés irodalmi műsorral köszöntötték a jubiláló egyesület tagjait a kiállítás megnyitóján. A Szabadidőközpont nagyterme zsúfolásig megtelt a művészek családtagjaival, barátokkal, érdeklődőkkel. A különleges eseményre Ajka testvérvárosaiból is érkeztek vendégek, valamint más képzőművészeti kör tagjai is jelen voltak. A kiállítást a város alpolgármestere Dornár László nyitotta meg, aki méltatta a negyedszázados alkotóközösség sikereit, eredményeit. Úgy vélem, a kiállított művek önöknek és a későbbi látogatóknak örömöt, felüdülést, megnyugvást, kikapcsolódást fog jelenteni. A kiállított teremben lévő ajándékokat a 25 évvel ezelőtt megalakuló Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjai készítették. Ma a jubiláló egyesületet és annak tagjait, segítőit, támogatóit köszöntjük, és mindakik, akik ővelük munkájukat segítették. Számos elismerés átadására került sor. A jubileum kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy megemlékezzenek mindenkiről, akinek szerepe volt az egyesület által elért sikerekben. A köszöntők után az egyesület elnöke meghatódottan foglalta össze a 25 év jelentőségét. Tehát az együttalkotás öröme mindent felettet, főként a kudarcokat, mert a sikerélmények azok megmaradnak, könnyen előbudjannak az ember gondolatából, még álmában is, úgyhogy. Így kívülállóként is láttuk, hogy nagyon összetartó ez a csapat. Hogy sikerült ezt elérni? Hát, hogy mondjam, talán szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt is mondhatnám, hogy pedagógusként ugye a tanult pedagógia módszerek azok kamatoztatták a tanultakat, és hát ugye vannak embertípusok, akiket egyszerű szavakkal meg lehet győzni, vannak, akiknek körül kell írni dolgokat, de nagyon
örülök, mert befogadóképes a csapat, és mindent igyekeztünk megbeszélni, és így ez miatt nem volt konfliktus helyzet. Mit kell tudnunk erről a mai kiállításról? Egy kicsit mutassa be nekünk, mindenki a legjobb, a legszebb, a legértékesebb alkotását. 25 éves jubilón van, akkor, amikor eldőlt, hogy mikor lesz, én kértem a tagságot, a csapatot, hogy mindenki a legkedvesebb alkotását hozza magával, ugye, mert menet közben mindenkinek voltak egyéni kiállításai, a csoportos kiállítások alkalmából, ahol a megyében minden városba megfordultunk, Veszprémtől Füredig, Pápáig és Tapolca, Devecser, tehát így volt miből meríteni alkotásokat. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő emléklapot nyújtott át az Egyesületnek elismerése jeléül, és köszönetképpen, hiszen a művészek Ajka kulturális életében jelentős, aktív szerepet töltenek be. Az ajkai művészeti élet meghatározó személyiségei alkotják a Képzőművészeti Egyesületet. Én azért adtam át Papp Béla úrnak, akit személyesen és nagyon-nagyon régóta ismerek ezt az elismerést, mert nem csak jól összefogta ezt a csapatot, hanem ő maga is amatőr művész. Másrészt pedig az egész város ismeri Béla bácsit, hiszen ő mielőtt még a Képzőművészeti Egyesület vezetésére adta volna a fejét, akkor szinte ajkai gyerekeknek ezrei, tízezrei tanította megúszni. Az én gyerekeim is nála tanultak meg, és azt gondolom, hogy Béla bácsit ebből az oldalából is ismerjük. Ezért úgy gondoltam, hogy ő egy olyan személyiség, akit mindenképpen el kell ismerni, akinek a munkáját el kell ismerni. Nagyon örülök annak, hogy ezt megtehettem, és remélem, hogy még nagyon sokáig fogja vezetni a Képzőművészeti Egyesületet. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület egyébként azért is meghatározó, mert rengeteg kiállításon láthatjuk a műveiket itt Ajkán. Sok egyedi ötleteik vannak, hiszen kiviszik a művészetet a városba, a boltokba, szabad téren is volt már kiállításuk, és nem csak ajkai, hanem ajka környéki, sőt erdélyi művészeket is magába foglal az Egyesület. Ezen kívül láthatjuk az évek során, hogy egy kiváló csapat, és nagyon jól együtt vannak. Volt tegnap alkalmam arra, hogy az alkotótáborba is ellátogathattam, és megnézhettem őket munka közben, megnézhettem őket kicsit szórakozás közben is. Nagyon vidám társaság, és megmutatták azokat az alkotásokat is, amelyeket most az alkotótáborban készítettek. Azért tartom még fontosnak, hogy ez a kiállítás most létrejöhetett, mert tavalyi év kimaradt számukra. Az alkotótáborok sem működhettek, és ebből következően ez a mostani év, ez nagy fellendülés volt nekik. Kitörhettek abból az elzártságból, amiben korábban voltak, és a művész számára nincs nagyobb szabadság, mint amikor megmutathatja önmagát és alkotásokat készíthet. Az alkotások valóban a sokszínűséget és az értéket képviselik a tárlaton. Dicsérik a művészeket, akik készítették. A határon túli alkotók hatása is nagy mértékben érvényesült a helyi egyesület tagjainak szemléletében. Én nagyon régen foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, és míg gyerekeim felnőttek, addig nem foglalkoztam vele. Félretettem az esetet, mert nem volt rá alkalmam, de boldog vagyok, hogy most újra tehetem. És hát azt hiszem, hogy most már kezdek lassan kiteljesedni itt az Egyesületbe, mert együtt nagyon hatunk egymásra, ráadásul testvérvárosi kapcsolataink is, minden évben találkozunk egymással, és ők más stílust képviselnek, úgyhogy hatnak ránk minden tekintetben. Szívesen érkeznek minden alkalommal az erdélyi művészek is Ajkára. Tagja az Egyesületnek úgy lettem, legelőször én, aztán a kollégáim közül még egy páron, székelykeresztúriak és környékbeli képzőművészek, hogy 2007-ben vagy 6-ban, talán 6-ban, tehát kezdjem azzal, hogy Ajka és Székelykeresztúr, nyilván mindenki tudja, hogy testvér település, és a küldöttséggel érkezett a Képzőművészeti Egyesülettől Ozorai Sándor, fő szerette volna venni a kapcsolatot a
testvértelepülés képző művészeivel, illetve ha lett volna egyesület, akkor az egyesülettel. Hát nem lévén egyesület, hát néhányunkat megkeresett, illetve ajánlották, hogy szóba állhatunk. Hát így kerültem kapcsolatba én és Herman Gyula. Én szobrászattal foglalkozom, nem vagyok hivatásos képzőművész. A híres Fazakas Központban Korondon tanítottam hosszú-hosszú ideig, és ott kerültem kapcsolatba tulajdonképpen az agyaggal. Tehát főleg agyagba dolgozom, de fába és kőbe is. Az egyesület nevében Varga György mondott köszönetet Papp Béla elnöknek és feleségének az áldozatos munkájukért, valamint emléklappal köszöntötte az ajkai művészeket a Tapolcai Képzőművészkör vezetője is. A kiállítás szeptember 17-éig látogatható. Híradónkból is értesülhettek nézőink arról, hogy az egyik sümegi gyógyszertárban alkalmazzák a robot technológiát, amely nagy mértékben megkönnyíti a szakemberek munkáját. Az egyik legnagyobb előnye az, hogy a gyógyszerészek nem a tabletták kikeresésével töltik az időt, hanem a betegekkel tudnak foglalkozni. Az újszerű megoldásról a gyógyszertár vezetőjét hallhatják. Nagyfokú újító szándékú szemlélet jellemzi a gyógyszertár vezetőjét, tulajdonosát, hiszen a robot technológiát alkalmazó patikákból mindössze 60 van az országban, megyénkben pedig csak 5. Egy tájékoztató során keltette fel a figyelmét ez az eszköz, s a megvalósítást egy pályázat is támogatta. Gyorsan meg is született az elhatározás, hogy automatizálja a patika működését. A készletgazdálkodás, mint a betárolási, mint a kiadási részét automatizálja, illetve a betározási funkciókat részben automatizálja. Ezáltal sokkal könnyebbé válik az áruátvétel és a kiadás is a betegek részére. Hogyan működik ez a robot? Hívhatjuk robotnak, ez a hivatalos neve? Hívhatjuk robotnak. Úgy működik, tehát egyrészt a áru átvétel részét, ha áttekintjük, az úgy működik, hogy szkennerrel beolvassuk a vonalkódokat. A patika szoftver kommunikál a gyógyszertári szoftverrel, és a lejáratokat onnan hozzárendeli a dobozhoz. Ezután a dobozok a futószalagra kerülnek, és a futószalagról a gyógyszereket a robotkar megfogja, úgymond, és elpakolja. Nem a ABC szerinti sorba helyezi, hanem mindig arra a helyre, ahol talál egy üres helyet, és onnan lesz az expediálás. Ez a betározási része, amit automatizál. A másik funkció, amit teljesen automatizál a robot, az a kitározás, tehát a betegek igazán ezzel találkoznak. Amikor bejönnek a patikába és átadják a receptjeiket, akkor a szakszemélyzet, a szakasszisztensek beütik ezeket a recepteket, és a robot az gyakorlatilag a kezünk alá dolgozik, hiszen a mögöttünk levő kiadóablakhoz érkeznek meg a beütött receptekről a gyógyszerek. A gyógyszertári szakasszisztenseknek nem kell elmenni összeszedni a gyógyszereket, hanem csak hátra fordulnak, és ott vannak a gyógyszerek. Tehát nem kell ott hagynunk a betegeket magukra, hanem ez idő alatt meg lehet beszélni a terápiát, betegek kérdéseket tehetnek fel. Gyorsabb is a rendszer, hiszen 11-2 másodperc alatt gyakorlatilag ott van a gyógyszer,
meg marad elég idő a beteggel való foglalkozásra, a beteg gondozásra. És amikor éppen nincs beteg, nem kell előkeresni az adott gyógyszereket, a robot akkor is tevékenykedik. Ezt elvégzi a gyógyszer kiadási munkát, másrészt ugye a betárazást, és a fennmaradó szabad idejében ő folyamatosan dolgozik, optimalizálja a raktárkészletet, átpakolja a gyógyszereket annak megfelelően, hogy melyik gyógyszerből mennyi fogyott. Tehát azokból a gyógyszerekből, amiből sok fogy, azokból a kiadóablakok köré gyűjti a raktárkészletet, illetve figyeli a lejáratokat is, és a korábban lejáró gyógyszereket pakolja előre, hogy először azokkal szolgáljuk ki a betegeket. Ezáltal ugye a selejt mennyisége jelentősen csökken. A robottechnológiának köszönhetően a kiadás gyorsabbá vált, a betegeknek nem kell várakozniuk, és biztosan jó gyógyszert kapnak. A robot soha nem téved, a gyógyszerek doboza nagyon hasonló, tehát könnyű mellé nyúlni, néha csak tényleg egy-egy színváltozással, vagy különböző színűek azok a dobozok, vagy a hatáserősség egy kicsit más, tehát, hogy az emberek tévedhetnek, a robotok nem. Tehát, hogy ez biztosan mindenki azt kapja, amit beütünk, tehát, hogy ebben nincsen tévedési lehetőség. A betározás miatt is gyorsabb az áruátvétel, ott sem kell pakolni, a tévedés lehetősége ott is kizárt, hogy esetleg rossz helyre pakolnánk a gyógyszereket, ilyen nem fordulhat elő, hiszen nem téved. Úgyhogy összességében egy nagyon megbízható, gyors rendszert kaptunk, és nagyon örülünk, hogy így a Veszprém megyében 5. patikaként használhatjuk ezt a robotot. A munkaerőgazdálkodás szempontjából mit jelent a robotnak a jelenléte? Tudnak-e spórolni a munkaerővel? A robot nem követel szakszemélyzetet. Kevésbé képzett dolgozó is a szkeneres leolvasást követően az árut átvenni. Nem szükséges, hogy a szakasszisztensek foglalkozzanak ezzel a feladattal, így ők tudnak teljes munkaidőben a betegekkel foglalkozni, és így gyakorlatilag mind a három táránk folyamatosan tud működni. Tehát így ilyen formán tudunk spórolni munkaerőt. Ahogy nézzük a robotnak a működését, óhatatlanul felmerül bennünk, hogy mi történik, hogyha valami mégis elromlik. Van szervizhálózata a rovarobotnak. Azért is esett a választásunk erre a német technológiára, mert ezt tartják a legmegbízhatóbb patikarobotnak. A világon használatban levő patikarobotok 70%-a ezt a robotot használja, már Magyarországon is 61 néhány patikába települt ilyen robot. Úgyhogy mi nekünk a választásunk azért erre a robotra esett, mert nagyon megbízható. Természetesen, mint minden, elromolhat, a szervizhálózat az minden esetben segít. Online szervizrendszerben rá tudnak nézni kívülről a gépre, ha pedig csak annyi történik, hogy elmozdul egy-egy doboz, azt mi is meg tudjuk oldani. A robottechnológia bevezetésében szerepet játszott a patika története is, hiszen sok évtizede szolgálja ki a betegeket, s az újító szándék mindig jellemző volt a működtetőkre. Ezt a patikát 26 éve Bencik gyógyszerész úr alapította, Sanyi bácsi, és az akkori gyógyszerkészletre lett a raktárhelység kialakítva. A gyógyszerkészlet folyamatosan nőtt, a raktár egyre kisebbé vált, és szükséges volt egy átalakítás. Mi a raktárhelység bővítése helyett az optimalizálás mellett döntöttünk, és döntésünket megkönnyítette, hogy kamatmentes hitelt tudtunk felvenni GINOP pályázat keretében, és ezért belevágtunk ebbe a felújításba. Mit vesznek észre ebből a betegek, a vásárlók? Az, hogy megszépült a helyiség, tágasabb lett, világosabb lett, az látható, azonban ebből a robottechnikából mit érzékelnek? Aki nem figyel, hogy ott mögötte van az a kis kiadóhelység, az csak azt veszi észre, hogy gyakorlatilag már kész is vannak. Tehát, hogy olyan gyors lett a kiszolgálás,
hogy átadta a receptet, illetve a tajszámot, a szakasszisztens beütötte a recepteket, és már ott is van a gyógyszer. Azért volt olyan valaki, aki megkérdezte, hogy ki az, aki hátulról oda teszi a gyógyszereket. De gyorsabb, az, hogy gyorsabbak lettünk, több időnk van a betegekkel foglalkozni, nem azzal telik el a szakszemélyzet ideje, hogy a gyógyszerek után szaladgál raktáról raktárra, tehát ezt szerintem észreveszik a betegek. Amikor ön a pályáját kezdte, amikor gyógyszerész lett, akkor gondolt arra, hogy ide juthat a világ? Nem, tehát abszolút nem. Még 2015 körül, vagy 2010 körül telepítették az első robotokat Magyarországon. Voltam akkor egy olyan patikában, nem ez a technológia volt, hanem ilyen karos, egyszerűbb, sokkal egyszerűbb technológia volt, de azon is csak bámultunk, hogy ilyen létezik. És hát az, hogy én valaha egy ilyen patikában dolgozhatok, ahol ilyen technológia lesz, azt álmomban sem gondoltam volna. Így jó, ha az álmok valóra válnak. Haladni a korral, a technikával és az újításokkal, ez hoz sikereket a mindennapokban, ezúttal ebben a nagy múltú gyógyszertárban is. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A Zóna Televízió magazin műsorával természetesen a jövő héten is jelentkezünk érdekes témákkal. Többek között láthatják majd a csabrendeki születi eseményeket és a sajtkészítés fortéjait is. Találkozunk szeptember 15-én is, és minden szerdán a viszontlátásra.